Haj, de cuki, valaki megkérdezte, hogy járok-e még suliba. Nem. Öreg vagyok. Sziasztok! Instagramon kitettem, hogy kérdezzetek tőlem bármit, és most a mai videóban az általatok feltett kérdésekre fogok válaszolni, és remélhetőleg így már mindent megtudtok, amit szerettetek volna rólam, persze bizonyos határokon belül, úgyhogy nézzük is a kérdéseket, mert sok van. Tekintve, hogy ezt a kérdezfelelek videót egy ilyen nyárzáró per őszváró videónak szántam, így ezzel a kérdéssel kezdeném, hogy mi volt az idei nyaram legjobb, legemlékezetesebb pillanata, vagy pillanatai? Nagyon-nagyon-nagyon sok volt, és egyik sem volt nagyon kiemelkedő. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon sok kedves, apró emlékem van erről a nyárról. Ha mondjuk tényleg választani kéne, akkor valószínűleg most így hirtelen a Sziget jut eszembe, hogy a Sziget szombati napját nagyon jól megtoltuk Evelinékkel, nagyon sokáig bulisztuk, nagyon jó volt. Meg úgy unblock az egész, tehát Lana Del Rey is csodás volt, bár aznak nem bulisztunk, de maga a koncert tökéletes volt, Arctic Monkeys-t is láttam végre újra, Alex Turner-t, úgyhogy magát a Szigetet mondanám, talán ez volt a legélvezetesebb, meg a legizgalmasabb, de nagyon sok apró pici emlékem van. A következő kérdés, hogy az időjárásnak, vagy az évszaknak öltözöl. Úgy értem, hogy ősz van, de 30 fok, akkor hideg, vagy meleg ruhát veszel fel. Erről pont beszéltünk az egyik ismerősömmel, amikor ilyen nagyon hideg lett hirtelen, és annyira meg voltunk lepődve, hogy hiába volt 18-17 fok, attól még az emberek többsége kis ruhában volt, mintha vígan élnének a nyári időjárásban, hát pedig rohadtul nem. Attól még, hogy augusztus van, ugyanúgy meg tudsz fázni, mert éppenséggel mondjuk tényleg nincsen meleg. Szóval én egyértelműen inkább az egészséget választom, és az időjárásnak öltözöm, nem pedig ahhoz, hogy úristen, most szeptember van, akkor már pulcsiban kell járni. Nagyon sokan kérdeztetek úgy általánosságban az őszről, csak máshogy fogalmaztátok meg, de mindegyiknek az volt a lényege, hogy szeretem-e, várom-e, mit várok tőle, mit szeretek benne a legjobban, és a többi, és a többi. Úgyhogy most ezekre fogok így kompletten válaszolni. Kezdeném azzal, hogy igen, szeretem az őszt, sőt, ez az abszolút kedvenc évszakom, nagyon-nagyon vártam már, és örülök, hogy most is például kint ilyen borús idő van, nagyon-nagyon szeretem. Amit nagyon szeretek benne, az pontosan ez, illetve a maga a hangulata, hogyha csak egy szóval kéne fogalmaznom, a hangulat. Nagyon furcsa lehet esetleg számotokra, vagy sokak számára, hogy szeretem ezt az időjárást, illetve hogy szeretem ezt a kicsit melankólikus, borongósabb hangulatot, ami az embereken van ilyenkor, mert nyilván az van, és nem is véletlenül, hiszen a nyár a boldogság, szabadság, mindenki nyaral, fesztiválozik, ide-oda járkál, és az ősztelennek nagyjából általában vége szokott lenni, úgyhogy természetesen egy ilyen szomorúság vesz körbe mindenkit, de én ezt nagyon szeretem, sőt, mostanában annyira nem is szoktam bulizni, inkább ilyen házi bulik, otthonülős, társasos, vagy filmnézős estéket tartunk, vagy csak úgy egyedül magam van, gyertyát gyújtok, és megnézek egy filmet, bekuckózom, kutyával vagyok, és én ezeket nagyon szeretem, mostanában meg főleg, amióta öreg vagyok. És én ezeket imádom, és alig várom el, hogy ezek legyenek, mert eddig a napig egészen meleg volt még egyébként, úgyhogy nem nagyon éreztem a szeptembert, viszont most így azért kezdem már átérezni, már gyűjtöttem is gyertyát, úgyhogy kezd a hangulatom össziesedni, végre. Természetesen még szeretem az őszi divatot, az őszi sminkeket, végre tudok kis blazer, bőrcsikit, farmercsikit hordani, úgyhogy nem sülök meg hatszor, meg nem tudom, meg szeretem, ahogy változik a külseje és a világnak, nem tudom, meg hát nyilván Halloween, pulcsi vagy bőrcseki, egyértelmű, azt akartam rávenni, hogy egyértelműen bőrcseki, de azért elgondolkodtam, hogy nagyon szeretem ezt a pulcsis időjárást, és tök jó kuckos dolgok vannak, és pont a pulcsi egy olyan dolog, amit felkapsz, és kényelmes, mintha pizsiben lennél, de mégis rohadt jól néz ki, hogyha egy olyan darabot választasz. De sajnos a belső vagány menői nem azt mondja, hogy bőrcseki, úgyhogy egyértelműen bőrcseki. Nem egyértelműen, de bőrcseki. Mi a kedvenc őszi gyertyád? Egyértelműen Yankee Candle-től a Candy Corn. Nagyon szeretem, ilyen édes cukros illata van, én ezeket szeretem nagyon, és azt 2-3 éve ismertem meg, és azóta minden évben újra veszem, úgyhogy most már gyűjtöm a pénztárcámat, hogy még rámehessek és megvagyom. Illetve van még egy, de nem az az abszolút kedvencem, viszont mindenképp meg akarom említeni, az pedig a Witch's Brew szintén a Yankee Candle-től.
Inkább az októberi időszakban szeretem azt használni, nyilván, hiszen ilyen boszorkányos, spooky kis történet, nyilván Halloweenra készülve. Elég erőteljes illata van, nagyon-nagyon sokan nem szeretik, azt csak akkor szoktam begyűjteni, hogyha senki nincs itthon például, mert mondom, tényleg borzasztó erős illata van, én viszont imádom. Milyen zenét hallgatsz általában ősszel? Ugyanazt hallgatom, mint az év többi részében ezeket a tipikus lehangoló indie dalokat, de szerintem az a legegyszerűbb, ha itt hagyom valamelyik oldalon a playlistes lejátszási listámat, és meg tudjátok nézni, hogy mégis miket. Többen kérdeztetek a munkámról, hogy mit dolgozom, illetve volt egy olyan kedves személy is, aki konkrétan azt mondta nekem, hogy szerezhetnék végre már egy normális állást. Kedves, nagyon kedves emberek vannak. Egyrészt a YouTube rendes állás, tehát emberek ebből megélnek, és attól, mert valaki kreatív tartalmat gyárt nektek, attól miért ne lehetne rendes állás. Csak annyi, hogy nem a tévébe csináljuk ezt, mint régen, hanem most itt van egy ilyen platform, ahol ezt meg tudjuk tenni. Mindegy, nem húzom fel magam, de egyébként, hogy megnyugtassalak, van rendes munkám is. Egyébként fun fact, én nagyon szeretek dolgozni, mármint olyan munkát végezni, amit tényleg szeretek, és örömmel csinálok mondjuk napi 8 órán keresztül, a 7-5 napján. Ez szerintem kell ahhoz, hogy tényleg szeressünk a munkánkat, és élvezzük ezt csinálni, úgyhogy nekem szerencsére ez most megvan. Nagyon sok szó ismétlés van, bocsánat, de a lényeg, hogy nekem ez szerencsére most megvan, és találtam olyan munkát, és eddig csak olyan munkáim voltak, amiket szerettem csinálni. Most egyébként social media managerként dolgozom egy reklámügynökségnél, ami elég sok mindent jelent, de úgy nagyjából unblock azt jelenti, hogy a reklámügynökség leszerződik ugye bizonyos márkákkal, és akkor a kreatívok, mint én, írnak, kontentet gyártanak, abba beletartozik fotózás, beletartozik szövegírás, kampányok menedzselése. Lényeg az, hogy márkáknak csináljuk a social felületeit. Van barátod? Nincs! Ne bántsatok! Elég sokan kérdeztetek még amúgy a tetoválásaimról is, ami valószínű annak köszönhető, hogy amit a kérdéshez kiraktam kép, az a kezem volt, és ugye ott látszik kettő tetoválásom is. Ami mondjuk meglepő, hogy valaki ezek után azt kérdezte, hogy van-e tetoválásom, miután konkrétan tényleg kettő tetoválásom látszott a képen. Na mindegy, van tetoválásom, és tudom, nagyon régóta ígérgetem, hogy megcsinálom a tetoválásaimról szóló videót, amiben mindent elmesélek, hogy miről szól, hogy mit jelentenek, mennyire fájt, stb. Nem felejtettem el, csak rájöttem, hogy 3 darab tetoválásról szerintem elég ciki lenne videót csinálni, mint hogyha akkora nagy pró lennék, úgyhogy szeretnék várni még egy picit, de nem felejtem el, és megcsináltatom. Össze valószínűleg lesz még egy biztos, de remélhetőleg 2 tetoválásom, úgyhogy azokkal együtt viszont megcsinálom, megígérem, megcsinálom. 5 pici tetoválásom lesz így remélhetőleg, most jelenleg csak 3 van. Az ujjamon egy szívecske, egy holdacska a csuklomon és az oldalamon, az volt a legutolsó, és kérdezték azt is, hogy melyik fájt a legjobban, őszintén szóval egyik sem. Mármint, hogy elég magas a fájdalom küszöböm szerencsére, ha választani kéne, amennyire azt hittem, hogy az oldalam fog fájni, inkább az ujjamat mondanám. De az is lehet, hogy csak azért, mert az volt az első, nem tudom. Őszintén tényleg nekem egyik sem fájt. De lehet, hogy csak robot vagyok. Mindig látom, hogy a körmöd formája és színe sosem változik. Ez miért van? Nem szeretsz újítani? Nem. Szeretek ragaszkodni dolgokhoz, és borzasztó nehezen viszem a változást. Nyilván ez nem feltétlenül a körmeimre vonatkozik, ettől függetlenül nagyon sokszor van az, hogy hónapokig ugyanaz a körömlak van rajtam, és ugyanazt a körömtípust kérem a körmöstől. Valahogy úgy vagyok vele, ez bevált, ezt szeretem, ez mindenhez passzol, akkor maradjon ez is. Nyilván változtatok, például most, hogy már nincsenek például műkörmeim, mert leszedettem 2 hete őket. Kutya vagy macska? Kutya. Egyértelmű. A kutyák kedvesek. Nem akarok senki macskásat megbántani, de én szeretem, ha szeretlek. A macskák meg ilyen kis szemétlálák. Mondjuk őket meg pont ezért szereti mindenki, mert viccesek. Következő kérdés, hogy szomorú vagy Alonso visszavonulása miatt? Természetesen borzasztó lehangolt vagyok miatta. Ő volt a Forma 1-es pilóta, aki miatt elkezdtem nézni az egész Forma 1-et. Ő általa ismertem meg, ő vezetett be a kis világába. Úgyhogy természetesen ez így borzasztó rossz, meg nekem ez olyan, mint hogyha így véget érne egy időszak, tényleg több mint 10 éve nézek Forma 1-et, amióta ő elkezdte, 2003 óta talán, és ez most így
annyira más lesz, és nyilván azon is elgondolkodtam, hogy fogom egyáltalán nézni, persze, hogy fogom, mert ettől függetlenül magát a sportot is nagyon megszerettem, és imádom, de nagyon lehangoló és nagyon rossz, még annak ellenére is, hogy évek óta lehetett már arra számítani, hogy Alonso elmegy, mert nem tudott egy olyan csapatot találni most, vagy egy olyan csapatnál lenni, ahol érvényesülni tudna, vagy egyáltalán be tud fejezni egy futamot, ez mindenkinek idegőrlő, neki aztán meg pláne, a csapatnak se jó, úgyhogy igen, évek óta várható volt, hogy visszavonul, hát ez az idő most jött el, nagyon szomorú vagyok, mondom, de bízok benne, hogy most neki így jobb lesz, és ezzel próbálom nyugtatni magamon. Idén is maradsz madridista? Természetesen, szívem. Azért, mert Ronaldo elmegy. Őszintén én nem is szerettem soha Ronaldot annyira, mert mint ez ilyen hozott dolog, szerettem a Madridot, még mielőtt Ronaldo is ott volt, ugyanúgy szerettem, amikor ő is ott van, és ezáltal kb. Muszájból kellett őt szeretnem, de sosem voltam egy nagy rajongója, mert néha túlértékeltnek találom. Ettől függetlenül aláírom, hogy rohadt jó játékos, és nagyon sokat segített nekünk. De a válaszom a kérdésre, természetesen maradok madridista, a szívem örökké kék marad. És szintén egy madridos kérdés, ki a kedvenced a Real Madridban? Iszkót, nagyon csipám, nagyon szeretem Iszkót. Én kis laza gyerek, meg szeretem Ramost is, annak ellenére, hogy senki nem szereti. Én nagyon szeretem Ramost. Meg... Aj, kezdve mindenkit most elkezdhetném sorolni, szeretem Marcelót is, szeretem... mindenkit szeretek igazából. Szeretsz? Hát szívem, ha nem két szével írod a legközelebb a szeretszet, akkor igen. Na, és az utolsó kérdés, hogy hogy tudsz túllépni a negatív kommenteken? Leszarom, mármint bocsánat. Igazából túl őszinte vagyok meg, ami a szívemen a számon típus vagyok, úgyhogy... Leszarom. Tényleg. Lehet, hogy ez most egy kicsit durván hangzott, de tényleg nem szabad, hogy más ember véleménye, egy olyan ember véleménye, aki nem ismer téged, az demotiváljon, úgyhogy én mindenkit erre biztatok, hogy próbálja meg tényleg elengedni az ilyen dolgokat, és nem ezekkel foglalkozni. Ha te valamit szeretsz csinálni, ha te ahogy szeretsz bármit is csinálni, akkor csináld úgy. Az a lényeg, hogy te boldog legyél, és ne az, hogy más legyen boldog miattad, mert hogy mondjuk te éppen nem azt csinálod, amit szeretnél. Úgyhogy ez a véleményem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy tényleg megtudtatok egy sok-sok mindent rólam, amit szerettetek volna. Szeretnék még egyébként ilyen típusú videót, mert viszonylag kevés van a csatornán, és tök jó amúgy így beszélgetni, meg így a kérdéseitek alapján kicsit titeket is megismerlek, mert sokszor írtok mellé egy kis sztorit is, hogy miért kérdezitek. Úgyhogy szeretnék még majd ilyen videókat csinálni, úgyhogy nézzétek az Instámat, majd úgy is teszek még ki kérdéseket, és akkor tudtok feltenni, hogyha mondjuk még lenne bármi más kérdésetek hozzám. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk jövő hét vasárnap.